Szevasztok, köszöntök minden hallgatót a Power Builder Podcast eheti adásában. A megszokottól eltérően, most nem Zsoltit hallhatjátok, Buk Tibor vagyok, Power Builder edző, és a mai vendégem nem más lesz, mint Fekete Miklós, erőemelő, az SBD Hungary tulajdonosa, a Sirius Lifting vezetője. Miki, most már mondhatni akár 30 éve, vagy akár több mint 30 éve jelen van a magyar erőemelés életében. Egy történelmi alak, aki beszélni fog remélhetőleg elég sok mindenről. Az erőemelés életéről szeretnénk ebben a podcastben beszélgetni, azt, hogy honnan, hová fejlődik a sport, Miki karrieréről, illetve ami szerintem a legtöbbeket fogja majd érdekelni, arról, hogy mi kell ahhoz, hogy igazán erős legyél mentálisan, milyen módszerekkel tudunk felkészülni egy-egy nehéz edzésre, egy-egy versenyhelyzetre, illetve hogyha az élet különböző területein hátráltató tényezők vannak jelen, akkor ezeket hogyan küszöböljük ki és győzzük le őket. Szavasz, Miki! Szia, Tibi! Szóval... A hallgatóknak integettem. Kezdjük egészen a kezdetektől, menjünk vissza 30 évet az időben, és egy kicsit mesélj arról, hogy te honnan kezdted a sportot, miért kezdtél el sportolni, hány évesen, mert szerintem ez mindenkit érdekelhet. Hát, könnyen lehet, hogy mindenkit érdekel, csak én nem szeretek erről beszélni, Tibi. Igen, de most muszáj. Ismersz, és csak miattad vállaltam el ezt a beszélgetést. Igen, Miki mindenféle közszereplésről... Úgyhogy ezt majd vágd ki. Ezt a részt vágd ki. Miki mindenféle közszerepléstől nagyon eltávolodik, úgyhogy hát ne akarjátok megtudni, hogy mit kellett megtennem azért, hogy ő most itt jelen legyen velünk. És ne tedd meg még egyszer, mert nem esett jól. Na szóval... Mi volt a kérdés? Tehát, hogy honnan indult, igen, a sportkarriered, miért hát kezdtél el ezen? Na, tényleg nem szeretek magamról beszélni. Nem azért, mert nem tudnék, hanem nem gondolom, hogy annyira érdekes. Én már elég fiatalon sportoltam, de 8 évesen kezdtem el, vagy 7 évesen atletizálni, de rövid ideig, aztán annyira versenydrukkom volt, hogy mikor az első versenyekre vittek minket, ott is hagytam, és az atlétika pálya mellett volt a judó szakosztály, oda beirattak, oda is elmentem, de ott is el kellett kezdeni versenyezni, ugye ez még a létező szocializmus idején, 1982-3 környékén voltak ezek az időszakok, ott nem kérdezték, hogy akarsz versenyezni, vagy nem, hanem hát menni kellett, és egyszer mentem edzésre, és gyanútlanul, és pont oda szerveztek egy versenyt, valami megyeit vagy országos, már nem emlékszem. És annyira megijedtem, mert féltem ott az egyik sráctól mindig, hogy az úgy gondoltam, hogy jobb nálam. Annyira megijedtem, hogy tényleg csak ijedtem, mert megnyertem azt a versenyt. Nem is kerültem össze végül ezzel a mumusommal. De abba hagytam a judót is utána nem sokára, mert nem bírtam elviselni a mentális stresszt, a versenydrukkot, hogy nekem kell lenni a legjobbnak. Mert én úgy akartam oda menni, hogy én a legjobb akartam lenni, és ez annyira nehéz volt gyerekként feldolgozni, hogy nem bírtam sokáig. Elmentem karatézni, azt is több évig csináltam, és ott is egy idő után eljött annak az ideje, hogy az edző bácsi kiválasztott mint a tanítványt, hogy én induljak az Európa bajnokságon meg. És ott is emiatt elmenekültem gyakorlatilag ebből a sportból is. De tényleg, így visszagondolva, kicsit mulatságos. De mindenhonnan a versenyzés olyan terhet rót rám, mert én nem akartam csak úgy a magam örömére versenyezni, én azért akartam versenyezni, hogy mindenkinél jobb legyek. És ez már gyerekként annyira jött bennem, hogy ezt nem bírtam elviselni, ezt a terhet. Mert tudtam, hogy lehet, hogy megvernek. Világos. És akkor ezután jött a súlyzós edzés, azért kezdtél el gyúrni, gondolom ezután, mert ott... Tehát, hogy mi volt az oka annak, hogy elkezdtél? Mert ugye te sem, tehát, hogy a Mikiről azt kell tudni, hogy
hogy benne megvan minden az, ami szerintem sokakban meg kellene, hogy legyen. Tehát, hogy megvan benne az a nyers erő, hogy nem épp a legtudatosabban kezdett ő sem el edzeni. Ahogy mi egymás között szoktuk mondani, csákány technikával, ugye maguktól mentek a súlyokra, stb. Majd mások és saját hibáiból tanulva jutott el egy olyan szintre, hogy most már komoly szakmai tudással, ugye a Misi bácsival a háta mögött készül a versenyeire. És akkor most arra szeretnélek kérdezni, hogy amikor elkezdtél te súlyzózni, és elkezdted a súlyzós edzést, akkor utána honnan jött, hogy te mégis elindulsz egy versenyen, ha neked ekkora stresszt jelentett a verseny? Versenyezni kell? Nagyon érdekes. Én azt látom, hogy az erőemelés és mármilyen versenysport sokkal inkább mentális síkon dől el, mint fizikai síkon. Uh-huh. És az, hogy én gyermekként ilyen voltam, az nem azt jelentette, hogy gyenge voltam gyermekként, hanem pont előnyömre vált a később tínédzser koromban, amikor elkezdtem 16 évesen erőemelni, az pont nekem előnyömre vált, az a maximalista hozzáállás, meg az a, így nevezik, hogy munkaetika, amikor eszedbe nem jut ellógni egy edzést, vagy eszedbe nem jut, inkább a dupláját végzed, mert kötelességednek érzed magaddal szemben, hogy elvégezd ezt a munkát. Tehát, de 16 évesen már megértem arra fejben, hogy elbírtam viselni, hogy el tudtam azt is dönteni, hogy igen, nyerni akarok, és nem lesznek nálam jobbak, tehát mindenképp nyerni fogok. Világos. És mikor én ezt elhittem, akkor az erőemelés volt az első versenysport, ahol megmaradtam gyakorlatilag a versenyzés mellett is. És milyen élmény volt az első verseny egyébként? Tehát, hogy mi az, amit tudnál így üzenni azoknak, akik félnek az első versenyükön? Tehát, hogy mi az az a mentális hülyeség, amit szerinted a legfontosabb, hogy azonnal le kell győzni. Tehát amire nem szabad gondolni egy percig sem. Ha van egy ilyen dolog, akkor tudnál-e olyat mondani? Egy olyan hülye gondolat, amit így tapasztalataid szerint elég sokan elültetnek a fejükben, teljes mértékig feleslegesen. Figyelj, az embereket csak a gondolataik állítják meg. Tehát, hogyha neked van egy olyan gondolatod, hogy félsz a versenyzéstől, teljesen természetes, legyen egy ilyen gondolatod. De te nem a gondolatod vagy, te vagy, és át tudsz törni a gondolatodon. Értem. Tehát te akkor is erőnek erejével urald magad, és törj át ezen. Én is mindig félek, vagy féltem, most már nagyon keveset, de nekem 25 év versenyzésbe került, hogy és ez egy nagyon át jó... tudjam fordítani. Értem, és ez egy nagyon jó üzenet, hogy igazából az élet... Számtalanszor példálózunk azzal, hogy az erőemelés jobbá teszi az emberek életét. Nyilván ez minden sportra igaz. Én nem tudom, hogy a biciklizés mennyire teszi jobbá mások életét, mert soha nem bicikliztem versenyszerűen, meg valószínűleg nem is fogok. De azt tudom, hogy az én életemet is mennyivel jobbá tette az erőemelés. És pont az imént említett dolgok miatt, hogy nem csak a fizikai korlátait képes az ember legyőzni, hanem egy idő után megtanulja ezeket a mentális gátakat is áttörni. És ez csak is úgy lehet, hogyha szembenézünk ezekkel, és gyakoroljuk ezeknek a leküzdését, mert senkinek nem megy, én azt gondolom, egyik pillanatról a másikra. És én azért szoktam azt mondani, hogy ha mindig halogatjuk az első versenyt, hogy na majd a következő, mindig lesznek okok, amire lehet hivatkozni, hogy mi elkerüljük ezt a küzdelmet, és minél hamarabb el kell kezdeni a versenyzést, hogy jobbak és jobbak lehessünk hosszú-hosszú időn keresztül. És akkor most térjünk vissza még egy picit a pályafutásodra. Tehát voltak a kezdeti évek, ugye mikor 16 éves korodban elkezdted az erőemelést. Mesélj már nekünk, légy szíves, egy kicsit az akkori erőemelésről, hogy mennyivel volt másabb az akkori erőemelés, mint most. Mert te tényleg az egész a magyar erőemelés történetében szinte a kezdetek óta jelen vagy, és végigkíséred. Különböző titulusokat is betöltöttél már a Magyar Erőemelő Szövetségnél, jelenleg most bíró vagy, ugye edzőterem tulajdonosként most ugye emberekkel is foglalkozol valamilyen szinten, de egy picit arról, hogy milyen volt akkoriban egy verseny hangulat, a munkamorál,
a versenyzőknek a hozzáállása, a nézőtér, tehát mi az, amiben tehát lényegében ennyi, hogy mi az, ami különbözött a mai versenyektől. Ha megnézünk egy 1986-os országos bajnokságot, meg megnézünk egy 2019-es országos bajnokságot. Te most megfogtál. 89-ben kezdtem. 89. Akkor ugye még hát még szocializmus volt, tehát ladákkal és trabantokkal mentünk a versenyre. Vagy volattal. Emlékszem, hogy az első országos junior vagy ifi versenyemre hajnal 4-kor kellett kelni, hogy odaérjünk a mérlegelésre vonattal. Na mindegy, jó, nem ez volt a lényeg. Akkor még erősen a súlyemelő hagyományok éltek, tehát súlyemelő készleten voltak a versenyek például osztagokkal, most egy külsőségről. Mellesleg nem én vagyok, messze nem én vagyok legrégebben az erőemelésben, ez most, tehát nálam jóval öregebb, tapasztaltabb emberek is vannak, de hát én nyilván arról nyilatkozom, amit én tudok. Így van. Vagy amit én láttam. Én azt láttam, hogy akkoriban hogy fogalmazzak, én mindig gondolkodó ember voltam, meg szeretem olvasni, tehát egy kicsit ilyen értelmiségi, vagy nem tudom, hogy nem mindig derül ez ki rólam, de szeretem a tudást, meg az észt. Én nekem akkor elég durva és közönségesnek tűnt az akkori erőemelő közösség. Nagyon, nagyon kevés kivétellel, akivel ugye összebarátkozott az ember, akik voltak mérnökök ugyanúgy, egy-kettő, de sokkal kisebb százalékban. Általában durva, nagy, lapaj, buta, ilyen marhák voltak az erőemelők. Nem tudom, hogy fogalmazzak. Értem. Nem volt semmilyen tudásunk arról, hogy kell edzeni, vagy mi. Tolták az edzést, nagyon sokan dopingoltak, ugye. Akkor nem volt ez ilyen... Keretbe foglalva, igen. És hát egy bodybuilding alapokon, mert ugye a bodybuilding volt, ami az egészet annó behozta Magyarországra, és azokon az alapokon edzettek, és ha még erős is volt, mint ahogy mi is bodybuilding alapokat csináltunk, de még mellesleg erősek is voltunk, mert eszünkbe se jutott csak bodybuildinget csinálni, nem erővel mertünk. Azt láttuk, hogy testépítőnek nem nagy eséllyel leszünk jók, de erősnek még lehetünk erősek. Indulók száma az mennyi volt körülbelül? Rengetegen volt. Nagyon sok. Tehát én emlékszem egy junior magyar bajnokságomon, amivel ma olyan eredményekkel, amivel ma meg is néztem, hogy 2017-ben, ifiben vagy juniorban, emlékszem, a közeli súlycsoportban dobogós eredményem lett volna, én az országosan ott 7. lettem. Azt a mindenit. És egy kicsit tekintsünk ki, ugye, mikor szétvált az erőemelés, ugye megjelentek különböző szövetségek, ugye más ligák az IPF-en kívül. Ez okozta az erőemelés megoszlását? Tehát, hogy emiatt van jelenleg kevesebb versenyző? Vagy ezt valamilyen másokra tudnád kivetíteni? Tehát az, hogy nem tudom, hogy kevesebb versenyző van-e. Nyilván most kevesebb van, mert elosztik több szövetséggel, vagy több ligán mentén a versenyzői létszám, de akkor az erőemelésben nem csak azért volt több versenyző, meg nagyobb utazások, jobb versenyhelyszínek, mert még az állami rendszerből, ebből a szocializmusból átöröklődött támogatások, a nagy állami vállalatok még sokszor szponzoráltak versenyt is akár, vagy akár versenyzőket, a Volán emlékszem, meg a nem is tudom, Ibusz, Kupa. Tehát akkor még nagyobb volt az a kultúra, hogy mindent az állam jobban fizetett, vagy dotált. Uh-huh. Tehát akkor magyarul egy picit olyasmi volt az erőemelés, mint most a futball. Nem azon a szinten nyilván, a de szinten, jelen csak... volt az állami Értem. Segítség, vagy valami nagy cég, ami állami cég, jelen volt. A néző is ezért több volt, meg nem, igen, tehát én így láttam. Uh-huh. És de erre nem én vagyok a legjobb, hogy erről nyilatkozom, mert szerintem valakik többet tudnak erre. Hát szerintem amennyire nekünk erről
erre egy kis rálátásunk legyen, meg ilyen érdekességképpen biztos vagyok benne. Különben a, meg, a, meg a szövetség, bocsánat, hogy szabad vágtam, a szövetség, tehát a MERS-ről a levált, ugye a liga, az jóval később történt már. Értem. Tehát az 2005-ös, 2006-os történet. Igen. És akkor menjünk kicsit tovább a pályafutásoddal kapcsolatban. Szeretnék azon a vonalon is menni. Miért vagyunk mindig ezen a pályán? Mert az a lényeg, tehát egy idősíkot szeretnék követni, és ezzel szeretném egy picit a magyar erőemelés életét is különböző dolgokon végigvinni. Most egy olyan dologra szeretnék kitérni, ami számomra egy érdekesség, hogy ugye te, mint a magyar SBD, tehát az SBD Hungary-nek ugye a tulajdonosa. Nem, módosítsunk. Jó. Tehát Dória főnök, jó. Én csak egy... Értem. Ha valaki vagyok. Tehát akkor SBD Nóri férje. És a Sirius Liftingnek, az egyesületnek se én vagyok a vezetője, hanem Nóri. Na, akkor Nóri. A Sirius Lifting edzőteremnek, ami a Ground Zero, azt már, igen, azt már csináljuk, de az külön áll az egyesülettől. Ma majd erre is egy kicsit ki fogunk térni. És akkor arról szeretnék most veled beszélgetni egy kicsit, hogy régebben, tehát az, amikor te elkezdtél erőemelni, akkor milyen eszközöket lehetett használni egy erőemelő versenyen. Tehát, hogy bandázs, volt-e akkor térgumi, bármilyen formája, hogy azoknak mit üzennél, akik ugye nagyon túlságosan, hogy is mondjam, féltik magukat, vagy én azt vettem észre, hogy vannak olyanok, akiknél egy mentális gátat jelent egy-egy eszköz használata. Csak egy érdekes példa, hogy van egy tanítványom, aki nagyon könnyen guggolt, mondok, egy súlyt 135 kilóba, és jött a következő heti súly, ami 140 lett volna, és teljesen bepánikolt. És kérdeztem, hogy mi a baj, és hát azért, mert hogy ő még soha nem guggolt bandásban 140 kiló fölött. Tehát, hogy ezzel azt akarom mutatni, hogy ő teljesen bepánikolt az eszköztől, tehát az eszközzel... Fel kell venni az eszközt. Hogy nem veheti föl, mert én megmondtam neki, hogy nem veheti föl a bandást. Mert láthatóan nem fog neki gondot okozni az 5 kilóval nehezebb súly, de ő mégis fél tőle, és mégis csak azon jár a fej, hogy úristen, mi lesz, ha nem lesz rajtam a térdgumi vagy a bandás. Erről szeretném, hogy egy picit mesélj nekünk, mert te ezt az utat is végigjártad, tehát a teljesen ró, amikor full csupaszon is versenyeztél, ruhás erőemelésben is versenyeztél, és most a jelenlegi szabályrendszerben is versenyzel. Amikor 1990-ben, 91-ben vagy junior országosokra jártam, vagy ifire, és utána később juniorra, akkor már lehetett bandást használni, de jellemző, annyira el voltunk maradva, mi vidéken, én Miskolcról jöttem, annyira el voltunk maradva, hogy fogalmunk nem volt, hogy van ilyen, hogy bandás. Tehát az országosan a profik, a Ficere Tamás, a Földi Attila, ezek már használtak bandást, de mi azt se tudtuk, mi az. Tehát mi úgy álltunk ki a többiek ellen versenyezni, hogy tornacipőbe, meg övbe, meg klótgatyába, mert még kandáros se volt. De most ezt csak poénnak mondom, hogy tényleg ennyire le voltunk maradva, de én már emlékszem, hogy akkor már használták a Ficerék, már akkor használták a nagyon kezdetleges első ruhákat, guggoló ruhákat, bandásokat, és csodálkoztam is, hogy én 67,5 kilóba ifibe guggoltam 205 körül, ugye a tornacipőbe, és nem bírtam elképzelni. Várj, ezt ismételd el még egyszer, hány évesen guggoltál 205-be? 18 voltam. 18 évesen, hány kilósan? 67 félben. És ez hány mennyi edzés idő után volt így? Nem, 2 év volt talán. Szóval Miki 2 év után 67,5 kilósan 205 kilóval guggolt, teljesen csupaszon, csak ezt. Jó, igen, de az nekem természetes volt, hogy ezt bírni kell. Érdekes, tehát hogy milyen érdekes, hogy ki tudja, lehet, hogyha tudtad volna, hogy milyen erős a mezőny, meg milyen elvárások vannak, akkor lehet félsz, de így te nem is tudtad, hogy valójában mennyire erős volt. Igen, annyira hülye voltam, hogy... Annyira ösztönből nyújtott. Ösztönből én csinálni akartam, jobb akartam lenni náluk. Aztán én meg voltam róla győződve, hogy én ott nagyon erős leszek és elől végzek, de mikor hetedik lettem, mondom, ezen az egyik versenyen, ott csodálkoztam, és 20 évvel később, vagy 15 évvel később, amikor visszanéztem az emlékeimet, akkor döbbentem rá, hogy ezek bandásba meg ruhába guggoltam csak többet.
Tehát meg ruhában nyomtak. Én nem bírtam elképzelni, hogy tud valaki 150 kilót nyomni. Én tudtam 120-at maximum. Hogy nyom 150-et? Hát nem, mondom, ilyen nincs. Nem, mert nem, azt se tudtad, hogy létezik. Én nem tudtam, hogy létezik a ruha. De tényleg volt egy Daradics Matyi nevű srác, akivel később jó barátságba kerültem, hogy 150-et nyomott 67 félbe. Amin ki is esett utána, mert nem sikerült, de mindegy, ezzel egy másik történet. Igen, szóval nem tudtam akkor, hogy vannak ezek, és mikor egy hosszabb szünet után, ugye külföldi tanulás, munka, visszajöttem az erőemelő életbe, én 2006-2007-2004 körül, egy pár év kihagyás után, edzettem addig is, de ugye nem versenyeztem, akkor tudtam én meg, hogy vannak ruhák, vannak bandázsok, meg hogy ezek akkor csak az volt az erőemelés, nem volt rab, nem volt ró, igen. Sajnos, és a leróhatatlan tálán illeti Árvai Pistit, aki akkor már kétszeres világbajnok volt, én tehát nem is tudom mennyit köszönhetek neki, mert ővel egy új minőség került az én emelésembe. Mondtad az elején, hogy ösztönből emeltem meg csak nyers erővel. Ez nem teljesen igaz, mivel nagyon szerettem a matematikát meg a fizikát. Én a mozgásokkal foglalkoztam, meg a testarányokkal, meg az emelési pontokkal, emelő, csiga, tudod, ezek az egyszerű népek. Tehát én ezt magamnak kifejlesztettem a magam kútfőjéből, annó még tínédzser koromban is. Tehát akkor te már akkor egy ilyen kezdetleges edzéstervet összeállítottál magadnak. De volt egy olyan edzésterve, amit szerintem hát soha többet nem csinálni, mert olyan durva volt. Mindegy. És úgy, hogy nyilván én egész életemben naturálba csináltam a sportot. De tinédzser korodban, ugye 17-ről 18 évesen annyira tombol a hormon termelés, hogy anyukám kajáját ettem. Én fogalma nem volt, hogy enni kell valamit, vagy bármit. Én csak zabáltam, mert éhes voltam. De mindent volt egy olyan nyár az edzés alatt, azt hiszem, hogy olyan 61-2 kilóról indultam, és 70-valahány kilóra izmok, de nem zsírban, hanem annyira kemény edzés volt, tehát többször elájultam, meg hányva, meg négykézzel mentem haza, meg blablabla, bla, bla, de ez mindegy, ezt most nem kell lecsetelni. Is ha lesz volna kérünk, akkor egy normális edző, aki tudja, hogy mi van, mert hát nem voltak edzők. Csak majd mi azt hittük, egy kicsit vissza akarok. A keménység az úr. Azért ezt jegyezzük meg, mert majd egy kicsit vissza akarok erre is kanyarodni, hogy mit jelent keményet edzeni, és mi az igazi nehéz edzés, és mi hosszú távon a sikertitka. Ezt már így, aki ismeri a munkásságunkat, láthatja, hogy egyre inkább mi is egy olyan fordulatot vett a PVB mentalitás, hogy mi is egyre inkább hirdetjük azt, hogy a rohadt kemény munka az megkerülhetetlen hosszú távon a sikerességhez. De most egy picit szeretnék még arra visszatérni, hogy tehát akkor voltak a tinédzser korok az erőemelésben, akkor volt egy kis kihagyás, tanulmányok, és akkor utána jött az Árvai Pistivel való időszakod, igaz? Igen. Pistivel a Fitness 2000-ben ismerkedtél meg. Nem, de az egyik barátomon keresztül, de ott edzettünk el. Árvai Pistiről néhány szót, aki nem ismerné a nevét, tehát ő a magyar erőemelés egyik legkiemelkedőbb alakja. Hát a legeredményesebb férfi felnőtt erőemelő, aki valahol volt kétszeres világbajnok, Európa bajnok, egy nagyon jó ember, világcsúcstartó volt. Hát nem tudom, mert nem tudok elég jót mondani, tehát az én szememben ő tényleg egy bajnok. És ott a Pistivel, ő vele ruhás erőemelés volt, igaz? Tehát csak az volt. Csak az akkor volt. Csak az igen, volt. Igen, azért. És akkor ő az, aki belevezetett igazából a ruházás világába. Én csak nem is a ruhába, hanem először csak megmutatta, hogy töltöttél már fel életedbe bandást? Mondom, nem. Az megmutatom. Miki, te akkor, mikor feltekerted a bandást, akkor voltál ilyen 92-3 kiló, én meg voltam 108 kiló. Ja, hogy neked tekertem egyszer bandást. Csak azt akarom elmesélni, hogy egyszer Miki föltekert nekem egy bandást, az nem is egy igazi bandás volt, csak egy gyakorló bandás. Én azt hittem, hogy le fog szakadni a lábam, és a tért kalácsom szét fog robbanni.
Akkor most képzeljük el, mikor egy Árvai Pisti tekerte föl, akkor a te voltál 83 kiló körülbelül, négy igaz? Van, négy van. A Pisti meg volt 105, mert ugye abban... 120 valamennyi volt. 120 valamennyi. 400-as felhúzó. 400-as felhúzó. Akkor a kézzel, hogy a fejedre ráteszi, akkor lelóg az orrod, az ujja, meg hátul a tarkódik. Van olyan fájdalom, amit ahhoz hozzá tudnál hasonlítani? Mikor hát a gerincsérvem az betegszik vele, de az igazi bandást, amíg meg nem szokja az ember, és nincs kiút, tehát nincs olyan, hogy most finomabban bandázsolunk, majd egyre keményebben, bele kell ugrani a mély vízbe sajnos. Nem semmi. De örülök neki, hogy vége a bandás korszaknak. És a Pistivel ott, ő neki mi az, amit a leginkább köszönhetsz? Tehát, hogy a edzés, programozás, a mentális, tehát hogy... Az ő jelenléte, az olyan volt nekem, hogy mondom a számokat, hogy körülbelül mit tudtam. Tudtam googolni 260-at, tudtam fekve nyomni mondjuk 150 körül, meg tudtam felhúzni 260-70-et, de a bandázsos gólás az bandázsal volt, és amikor tehát most ezek voltak a számok, nem telt el 3 hónap, nyilván 3 hónap alatt nem erősödik az ember, tudtam gólni 290-et, tudtam nyomni, ugye felvettük a ruhát, a 150 mondjuk az rab volt, mindegy, de fejlődtem ott is egy ilyen 15-20 kilót, felhúzni pedig 290 körül. Azt. Tehát attól, hogy ott volt, és az első lecke, amit tőle tanultam, ez az első, hogy de ezt most meg tudod csinálni. Mondtam, ennyi a maxod a googlásban, ez az egyik első edzésünk van, mondom 260, jó, rámegyünk 280-ra, mondom, hülye vagy. Egy idősek vagyunk, úgyhogy mondhattam. Nem, meg fogod csinálni, és tényleg megcsináltam, és elég könnyen. Olyan hihetetlen önbizalom fröccsöt adott egy ilyen, hogy mikor azt mondta legközelebb, hogy most rámegyünk a 260-as felhúzásod után a 280-ra, azt is elhittem. Akkor meg csak láttam. Egy igazolás, hogy a mentális gátok legyőzése mennyire rettenetes, fontos, és mennyire hinni kell magunkban, és el kell hinni azt, hogy a testünk az sokkal-sokkal többre képes, mint amit mi hinnénk. Én mindig akkor szoktam ezen gondolkozni, mikor most is ment a világbajnokság, és hát ugye a 83 kilós súlykategóriában is bőszen guggolnak 300 környékén, és mindig azt nézem, hogy jó, persze tudjuk, nagyon-nagyon sok minden kell ahhoz, hogy valaki erős legyen, de hogy mindig azon gondolkozok, hogy nem hiszem el, hogyha az a srác, aki fele akkora, mint én, erős túlzással, ő sokkal-sokkal többet tud guggolni, akkor én miért nem vagyok rá képes? Hisz nekem is nagy combom van, ott van az izomzatom, tehát hogy valami ő bennük még ott van pluszban, amiért a testük ezt képes végrehajtani. Akkor térjünk egy kicsit, menjünk abba az irányba most tovább, hogy az Árvai Pistivel való edzéseteknek a tanulságát szerintem levonhattuk, hogy mennyire fontos az, hogy az ember jó közegben edzen. Nyilván van, hogy ettől el van lehetetlenítve, de ha van rá lehetőség, akkor törekedni kell, hogy egy olyan környezetben végezze az edzés munkát. Ez nagyon jó, amit mondasz. Én mindig olyan típusú ember voltam, hogy én magam köré begyűjtöttem azokat az embereket, a hasonszörűeket, mert én tudtam egy közösséget alkotni. És ott nem volt a Fitness 2000-ben, voltak erőemelők, de nem nagyon együtt edzettek, és amikor én oda kerültem, még Pistire is úgy érzem katalizáló hatással voltam, mert akkor ő is jött, és akkor együtt csináltuk, és iszonyú jó hangulatú edzéseket csináltunk. És oda jöttek emberek, és érdekes, hogy a Fitness 2000-ben inkább a profiligás emberek voltak, de mégis a MERS-hez vonzottam a magam körül az embereket, mert nem tudom, hát erre van egy ilyen adottságom, vagy valami, hogy szeretem. Hát igen, egy olyan személyiség. Azt gondolom, hogy szerintem itt a Siriusban is egy ilyen hasonló hangulat van születőben, vagy már megszületett, és szerintem ez csak egyre jobb és jobb. Ezt azoknak mondom, hogy itt a Mikiék termében tényleg egy nagyon jó kis közösség van. Egy ilyen közösség van egy Powerbuilder csoportos edzésen is, tehát hogy nagyon-nagyon nagy jelentősége van annak, mikor tényleg nem az van, hogy egy biceps
bicepszeznek az erőkeretben, hanem a Google melletted lévő 220-al, a másik 170-nel, a harmadik meg 20-vel mondjuk 180-ot, akkor mindjárt azt mondod, hogy na, nem azért jöttem le, hogy buziskodjak. Mert ha elkezdünk buziskodni, akkor meg kiszívjuk egymás vérét, és ez így van jól. És akkor a Pistivel való edzéseket, azokat a sérülésed törte ketté, vagy más, tehát hogy arról mesélj nekünk egy kicsit, mert... A Pisti féle módszer, azt köszönhetem még neki, hogy az addigi bodybuilding alapokról, ami persze body gyakorlatokat csinálok, de mellette rohadt erős akarok lenni, azokat teljesen leszámoltam, és teljesen gyakorlat alapúvá vált, vált az edzés, tehát csak googoltunk. Tehát volt, magyarul specifikus, tehát erőemelés specifikussá váltunk, és elég nagy súlyokat írt ki Pisti, tehát főleg verseny előtt hihetetlen terhelés volt, amit nem feltétlenül bírna ki épésszel ma valaki, de hát mivel én akartam az eredményt, tehát én kapaszkodtam bele, hogy ezt kibírjam. És jól is jöttek az eredmények. Ezután jött közben ilyen 2011-ben a gerinc sérülés, ami nem erőemelés közben történt érdekes módon, hanem picit meghúztam a derekam. Elmentem egy rossz féle szakemberhez, aki egy rossz fajta gyógytornát mutatott, azt tette tönkre igazából az én fejembe. Nem az ember tette tönkre, hanem az én hülyeségem, hogy csináltam. Annak ellenére, hogy éreztem, hogy nem lesz jó. Egy kicsit csak arról szeretnék ugye, hogy szinte minden ember életében, minden sportoló életében eljön egy olyan pillanat, amikor valami oknál fogva a teste egy benyomja azt a bizonyos nagy piros gombot. Ez lehet egy válsérülés, lehet egy deréksérülés, lehet egy térdsérülés, számtalan ilyen dolog van. És én azt gondolom, hogy ilyenkor két lehetőség van. Az egyik az, hogy az önsajnálat gusztustalan tengerében megmerülünk, és akkor szépen bezárkózunk a sötét kis szobánkba, aztán siratjuk magunkat, amitől az égvilágon semmi nem fog megtörténni, nem fog javulni a helyzet, nem fog meggyógyulni az ember, és még csak lejjebb csúszik ezen a bizonyos lejtőn. A másik lehetőség, mikor felszívod magad, és úgy állsz oda, mint egy 300-as googoláshoz, most mondtam valamit, vagy egy képzetbeli nagy, vagy egy versenyhez, és a nyakadba veszed, és azt mondod, hogy már azért is megcsinálom, és le fogom ezt győzni. És csak ezt majd Miki mindjárt folytatni fogja, de hogy szinte téged tolószékbe akartak most egy kis túlzással kényszeríteni, tehát, hogy volt olyan orvos, aki azt mondta, hogy még egy WC-papír gurikát sem emelhetsz föl. Annak ellenére te túltetted magad ezen, és azóta is sikeres sportoló vagy, és teljesen jól karban tudod tartani a derekad. Erről egy picit mesélj, hogy mentálisan te hogy győzted le magad, hogy sikerült legyőzni ezt a problémát, és azóta hogy kerüled el ezt, hogy ez a sérülés újra a félelmébe, tehát a félelem újra a hatalmába kerítsen téged, és ne jusson eszedbe egy nehéz googolásnál, hogy ja Istenem, mi fog történni, ha? Igen, hát a bizonyos ellenvonások az emberben, amik hátrány egy helyzetben, néha előny lehet, én megáltalkodottan makacs, tehát tényleg megáltalkodottan makacs tudok lenni, és nem hallgattam az orvosra, aki azt mondta, hogy WC-papír gúzsigát sem emeljek. Az nem lett volna baj, hogy ő ezt mondja, de tényleg nem is bírtam felemelni egy WC-papír gurigát, annyira fájt a derekam. Ez már nagyon baj volt. Megkerestem azt, most nem akarok itt ilyen nagy bölcsességet osztani, mert tényleg nem szeretek szerepelni, és meg nem szeretek ilyen megmondó ember lenni. Megkerestem, hogy mi a jó a helyzetben, kielemeztem, mi a jó abban, hogy én itt fetrengek az ágyban, meg járókerettel megyek, a nagymama a járókeretével megyek WC-re, az a jó benne, hogy tudok tanulni. És akkor kitanultam az összes nyújtást, a test, a derék, az anatómiáját, hogy lehet helyrehozni, mi okozza, mit csináljak. Én ezzel foglalkoztam, meg továbbképeztem magam az alatt a másfél év alatt, míg nem tudtam olyan szinten. És edzettem, amit tudtam már. Tehát otthon saját testvére már elkezdtem edzeni rá két hónapra. Még mondjuk fél évig vagy egy évig bicegve tudtam csak járni, de elkezdtem edzeni, és utána meg elmentem megint az edzőterembe.
Hát, na, ez szerintem egy nagyon tanulságos történet, és egy nagyon, nagyon kemény üzenet mindenkinek, hogy, hogy a hibákból nagyon jól lehet tanulni, a saját magunk hasznára kell fordítani ezt a dolgot. És most ez nem feltétlenül kell egy súlyos sérülés legyen, csak ez egy arra is irányulhat ez az egész, hogy mikor van egy elrontott ismétlés, egy olyan nehéz súly, amiben belebukunk, és nem kell depresszióba esni, nem kell behisztizni, hogy ja Istenem, ez most nem jött össze, én szar alak vagyok, szar az edzőm, szar minden, és akkor abba hagyom ezt az egészet, hanem jó, leülni, fújni egyet, és átgondolni, hogy hol volt a hiba, mi az, amin lehet javítani, mi az, amin egy kicsit dolgozni kell, és így fogunk egyről a kettőre szépen lassan haladni. Így juthatunk előre. Igen, ezt aláírom. Hadd fűzzek el ez egy gondolatot, tehát mondom, az erőemelés is, meg minden élsport mentális, tehát szellemi síkon zajlik elsősorban. Aki versenyző lesz, azt nagyon hamar kiválasztja csak a hozzáállás. Semmi más nem választjuk, itt genetika, adottság, meg ösztönös erő, ez mind bullshit a mentalitás. Tehát hogy milyen hozzáállással áll az ember, ha idejön, és ketté harapja a vasat is, mert annyira akar, ebből lesz valaki. Ha idejön a világ legnagyobb tehetsége, aki link, meg sír, vagy hisztizik, vagy nem követi az edzői instrukciókat, hogyha már egyszer elfogadta, hogy ő az edző, abból nem lesz. Lehet, hogy lesz országos szinten valaki, lehet, hogy lesz akár világszinten, de nem lesz igazi győztes. És mert itt magadat kell legyőzni, ez is egy közhely, de tök mindegy, mert itt elsősorban te nem esetsz azáltal, hogy hétről hétről, napról napra, kitartó munkával nem egyszer kell hősnek lenni a katlerben ordítva, láptolózni 400-al, hanem itt 10 évig kell bizony ott lenni, és nem kihagyni egy edzést, és akkor is, hogyha fúj, akkor is, ha fáj, tudni kell, mikor kell visszalépni, mikor már olyan sérülés van, ami korlátozna hosszú távon, vissza is kell tudni lépni, ez mind fejben dől át. Legyőzni, lenyelni a hiúságodat, lenyelni a gőgödet, hogy most bizony nem 200-al fogok fekve nyomni, hanem csak 80 kilóval fogok fekve nyomni. Szóval ez teljesen szellemi, és mi ezt a új módszerünket, amit Misi bácsival kifejlesztettünk, és amit most fogunk a világ elé tárni, a szovjet erőemelő módszer, stílusosan SEM-nek nevezzük, ezt csak is a mentalitás köré tervezzük, nem a fizikai felkészültség. Mindenki kezdő, amíg be nem bizonyítja, hogy megérett mentálisan rá, hogy nem kezdő. És mindenki kezdő lesz. Igen, ezt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy ez abszolút a hozzáállásról szól. Ez egy nagyon jó üzenet. Igen, én is ezt látom, hogy nagyon sokan megbeszélik magukkal azt, hogyha mondjuk valamiért kihagynak egy edzést, hogy az miért jó dolog, gyönyörűen meggyőzik magukat, de csak magukat próbálják meggyőzni, mert igazából azt a szemét, akinek ezt mondják, és akivel ezt el akarják hitetni, az úgysem fogja elhinni, tehát tényleg mi magunk vagyunk a legnagyobb korlátozó tényezők, bennünk vannak a gátok, és ezeket a gátokat mi tudjuk áttörni, vagy megerősíteni. Misi bácsiról szeretném, hogy egy kicsit beszélgessünk azt, hogy vele mikor ismerkedtél meg, és mi az, amit köszönhetsz a Misi bácsinak, mi az, amit még hosszú-hosszú évek után is tudtál tőle tanulni, mert már Misi bácsival nem kezdőként ismerkedtél össze, hanem tényleg, ahogy az imént is az beszélgetésünket, aki végighallgatta, azért feltűnhet, hogy Miki elég sok mindenen keresztül ment, volt azért ez egy szép veszőfutás az ő karrierje, és mégis felnőtt fejjel megismerte Misi bácsit, aki új távlatokat nyitott előtte. Fiatal aggastyánként ismertem. Igen. Misi bácsi fogalmazott. És ami nagyon fontos, hogy Miki rettenetesen alázatos a Misi bácsival szemben úgy, hogy tényleg egy élsportolóról van szó, mert nemzetközi eredményei vannak, és mégis le tudta előtte hajtani a fejét, és azt mondani, hogy öreg, amit te mondasz, én azt csinálom. Igen, Simcsin, ami járól beszélünk, amikor én a munkám miatt Nyíregyházára költöztem 2014-ben vagy 2015-ben, akkor találkoztam vele véletlenül, ott egyik nagyon
lepukkant ex-szocialista edzőteremben, ahol ő szaunázott nálesleg, mindegy. És én ismertem a fiát, mert régen az én súlycsoportomban versenyzett. Pont együtt nem versenyeztünk, de ismertem névről, és hát te vagy az apukája, igen. És akkor ott összebarátkoztunk. Ugye ő ex a régi Szovjetunióban volt súlyemelő versenyző, fiatal korában már nagyon jó eredményei voltak, tehát rengeteget tudott, együtt edzett most Taranyenko, Vardanyan, de ezek a súlyemelő legendákkal, olimpiai bajnokokkal, edzőtáborokban. Tehát ő a szovjet erőemelés csinyát, bínyát látta, vagy a súlyemelés, bocsánat, és később pedig az erőemelésbe is ugye átment már a 90-es évek, mikor rengeteg súlyemelő erőemelő lett a Szovjetunióban, Ukrajnában, Oroszországban, és neki nagyon nagy tudása halmozódott fel. Ezt használtuk, amikor a nyíregyházi fiúk tehetségesek voltak, és akkor megalapítottuk a Kelet-Ereje Egyesületet, és Misi bácsi lett ott az edző, és ő edzette az embereket, és hát most akinek van szeme, az látta, hogy mondjuk bejön 30 fiatal, és mind a 30-nak jók az eredményei. Igen. És ott az edzés munka miatt volt. Igen. Ez jó, ugye? Tehát ez Misinek volt az érdeme. Én pedig már akkor nemzetközi felnőtt mezőnyben is pontszerző helyeken voltam, meg többszörös országos felnőtt bajnok, és mégis azt mondtam neki, már 40 éves elmúltam, hogy próbáljuk már ki, hát akkor edzél engem. És amikor én eldöntöm, hogy valaki edze, akkor ugye van az emberben ilyen, nem is tudom, hogy hívják ezt, tehát egészséges kérdésfelvétel vagy valami, de én eldöntöttem, hogyha most rábíztam magam, akkor én rábíztam magam. És bármilyen valószínűtlen dolgot mond, ami nekem nagyon furcsának tűnik, én azt végig fogom csinálni. Munkaetikával sose volt baj nálam, tehát én ha inkább beledöglök, de megcsinálom. És nem tudom elmondani, hogy mennyire le a kalappal Misi előtt, mert egy reneszánszot hozott az én teljesítményembe, mondom, jóval 40 fölött, és olyan detisztult, kristályos gondolatokat, újdonságokat tanultam tőle az edzésmódszerrel, munkaterhelés, technikailag annyira nem sokat kellett már csiszolni, de azt is csiszolt, hogy nekem teljesen megnyílt újra egy új világ, de szó szerint az új világ, amit eddig Narniába beléptél. Igen, hát tudtam az Árvai Pisti féle módszert, a régi mi módszerünket, olvastam az amerikai módszereket, és itt most az a szovjet módszer, ami számunkra teljesen köd, meg homály, meg misztikumba, az életté vált. Aha. Tehát, hogy úristen, ez van. Csak hogy egy számot mondjak, és nem azért mondom, hanem hogy ez számomra megdöbbentő, hogy életem legjobb fekvenyomása addig 170 kiló volt, és nem egészen két év alatt, 190 vagy 3 év alatt 190 kilóig eljutottam abban a fogásban, amiben a legrosszabb vagyok. Igen. Tehát ez jó, egy súlycsoporttal mentem, de szerintem ez egy olyan szám 25 év edzés után. El tudnád most képzelni az életed edző nélkül? Hát versenyszinten, ha teljesítményt akarok, akkor nem. Tehát tudnék edzeni, de addig is edzettem, tehát ott megragad az ember. Egy eléri azt az üvegplafont, úgy üvegplafonnak hívják, mert nem látod, hogy van, aha, csak nem tudsz tovább menni, mint a légy, amikor próbálsz kérni az ablakon. Ez milyen jó hasonlat. Tehát eléred, nem látod, hogy ott van, csak erőlködsz és üveghangon pöröksz. És kell valaki, aki felülről ezt egy kis kalapáccsal berobbantja. Szóval ez volt a mögöttes ötlet. Én engem mindig hajtott a közösség élete, és ezért akartam, hogy az emberek számára elhozni ezt a tudást, és ezért csináltuk meg végül a szemet, a szovjet erőelemű módszert, amit nem reklámoztunk, meg még nem is reklámozunk, de most itt ez a reklámhelye, úgyhogy elmondom. Hogy minél több emberhez eljusson ennek a nagyszerűsége. Na, ez nagyon izgalmasan hangzik, hát kíváncsian várjuk. Szóval azt gondolom, hogy eddig azért elég sok tanulság született a beszélgetésünkből, és nyilván most menjünk egy picit mindig az izgalmasabb talajra,
És azt gondolom, hogy erről beszélnünk kell, tehát ne, mindig ezt a témát tabuként kezeljük, akkor soha nem... Szerintem... A Pride-ról beszélsz? A Pride-ról. Szóval beszéljünk nyilván a szteroid használatról, a különböző teljesítményfokozószerekről. 30 éven keresztül te úgy sportoltál, hogy nem használtál ilyen szarokat, és láttál másokat használni, és mit gondolsz arról, hogy mennyire tartod gyengeségnek ezekhez nyúlni? Nyilván itt most, mielőtt bárki ezt félreérteni, itt a tesztelt kategóriákról van szó. Tehát az, hogy különböző ligákban használnak teljesítményfokozó szereket, ahol ezek engedélyezettek, azzal semmi probléma nincs. Nyilván itt mi arról beszélünk, amikor valaki ezt egy tesztelt közegben használja. Ezt azért hoztam fel ezt a témát, mert Miki ennek nagyon nagy... Miki az nagyon ellenzi ezt az egészet, és ezért szeretném, hogy erről egy kicsit beszéljem. Én elsősorban az emberi gerincesség, vagy a lélek oldaláról fogom meg, tehát nem azért vagyok ellene a szteroidnak a tesztelt kategóriában, mert egészségügyi gondot okozna, vagy valami, hanem elsősorban azért, mert nem szeretem a csalást az életben, és ezt csalásnak ítélem meg, és aki szerint nem érdekes, nem ítélem el. Tehát a lelkem mélyén én nem vagyok ilyen bosszúálló, vagy ilyen akármi üzemmódban ezen, hanem, de tudom, hogy neki rossz lesz később. Ő önmagát fogja megbüntetni, akármit gondol most. Az élet mindig benyújtja a számlát, és az egyetlen sebek, amik nagyon nehezen gyógyulnak, azok a lelki sebek. Tehát a test az könnyen gyógyul. A lelki, amikor te elveszted önmagadban a hitet, hogy te, csak te, neked hazudnod kellett. Én emlékszem, milyen rosszul éreztem magam gyerekkoromban, és akkor hazudnom kellett anyunak valamit, vagy egy barátomnak, és néha mai napig előjön, én ilyen típus vagyok. Szóval én elsősorban, hogy mondjam, egy ilyen magasabb, vagy hosszabb távú perspektívából nézve gondolom, hogy meg fogja mérgezni annak az embernek az életét. Lehet, hogy ez annyira ostoba, annyira hülye az az ember most, jelen pillanatban, vagy annyira lebutítja magát, hogy ne érezze ezt azt, hogy ő csal, vagy valami, de szerintem ez később vissza fog ráütni, és nem magam miatt érzem, vagy nem magam miatt, vagy akárki miatt ellenzem, hanem elsősorban az elkövető miatt, mert ő fogja megszívni. Ezt még nem tudja, és ezt mindenki úgy kezeli, amit gondol erről, el is dobhatja, hogyha nem értesz egyet ezzel a véleménnyel, rendben van, a te szíved joga, én ezt így gondolom. Én azt gondolom, hogy én is osztom ezt a véleményt. Szerintem nem is kell ezt most jobban túltárgyalnunk. De nem ítélem el különben. Uh-huh. Én magam kísértésben voltam már 10 évesen, tudom, emlékszem, hogy milyen érzés. Szerintem hazudna, ha bárki azt mondaná, hogy nem volt kísértésben. Tehát nem ítélem el, mert igen. Szerintem az ítélkezik elsősorban, aki vagy hülye, vagy már elkövetett ilyet. Igen. Az jobban elítélő, mint az, aki már átment a dolgokban, és meg tudja érteni az embertársát, hogy igen, hát bukhat, igen, hát botlik az ember, bukhat ebben, már nem a dopingtesztben, hanem az életben botolhat az ember, igenis. És szerintem ezt el kell nézni, egyszer-kétszer, de tudni kell, hogy a legnagyobb vesztese és adófizetője ennek az lesz, aki hosszú távon hazudik. Önmagának és másoknak. Igen. Mert magának nem tud hazudni. Hát ez így van. Szerintem lassan itt a beszélgetés vége felé tartunk, még annyit csak egy ilyen összegzésképpen, amit itt végig beszéltünk, tehát hogy tényleg a munka nemesíti az embert, és a nagyon kemény munkáról nem lehet elmenekülni. Egyszerűen szükséges. De el lehet, csak akkor legyen reális elvárásod, hogy sose leszel. Köszönöm. Versenysportoló. Pontosan erre akartam kiukadni, hogy rekreációs célból lehet folytatni az edzéseket, de az, aki eredményeket akar, az egyszerűen nem mehet el a kemény munka mellett, és azt is tegyük hozzá, hogy nem kell feltétlenül valakinek versenysportolóvá válnia, mert miért? Ha valakit az érdekel, hogy én például szeretem a matematikát, de nem akarok matematikussá válni. Ennyi. Tehát a magam örömére olvasgatom, vagy nézegetem, de
nincs rá igényem. Ha valaki szereti az erőemelést, de nem akar versenyző lenni, hát csinálja. Csak akkor ne tápláljon hamis illúziót, hogy ő egyszer világbajnok lesz. Igen. Beszéljünk még egy picit itt a beszélgetésünk végén a Siriusról, a teremről. Ez egy álmod volt, egy életcélod volt, hogy megvalósítsd ezt a termet? Tiviként, nagyon jól tudod, hogy te piszkáltál addig, meg idegesítettél, amikor együtt edzettünk különféle nagyon-nagyon rossz helyeken, hogy már annyira idegesített, hogy nincs egy szakmai terem, ahol csak nyugalomban az erőemelést lehet csinálni, ahol nem bénarudak, bénatárcsák, lukacsos, meg négyszögletes, meg kerek, meg töltött, meg mit tudom én, mik vannak gombócartónál. Igazából ez vezetett, de teljes ráfizetés és veszteség volt anyagilag eddig, remélem, hogy egyszer visszatérül, de a nyugalom szigete nekem, ahol lejön az ember ide a terembe, és erőemelők vannak, és mindenki ugyanazért a célért, és látod az örömöt, és ezért érdemes csinálni. Nekem mindig a mások öröme az szinte többet jelent, mint a magamé, hogy látod, hogy fejlődik, és neki ez a kis lépés, amit te már lehet, hogy 30 éve megléptél, neki ez most új, és átélni az ő örömét, az iszonyú jó dolog. Szóval ezért lett ez a terem, nem volt életcélom abszolút, mert miért lett volna, de annyira hiányzott, mint az SBD-t se azért kezdtük el, mert hogy ez lett volna az életcél, hanem azért, mert egyszerűen nem volt elérhető normális szolgáltatás, erőemelés kiegészítő téren az országban, akkor én tudok, én értek ehhez, mert ilyen cégekkel foglalkoztam, akkor csináljunk egyet. Terembe is. Ehhez sajnos, vagy nem sajnos ért az ember, hogy mi az erőemelés, akkor csináljunk egy olyat, ami tényleg erőemelés, nem pedig crossfit, meg verzió, meg rá vagyunk utalva, hogy hívják ezt, funkcionális edzés emberekre, vagy a bodybuilding. Szóval, ha jó hangulatú edzéseket kerestek, jó szakmai háttérrel, ahol Mikivel tudtok edzeni, akkor a Sirius Lifting oldalát kereshetitek a Facebookon. Ott szerintem minden üzenetre válaszolnak hamar, kérdésre, telefonszámmal, stb. Elérhetőek a Mikiék. Bízom benne, hogy... Neszved a Tomit keressétek, igen. Miki is itt ül. Miki olyan, mint Yoda, tudjátok. Kicsit sánta, kicsit öreg, kicsit kicsi, erre dől, arra dől, fogja a forgóját, hangosakat nyög, szuszog, amikor ledobja a palást, akkor meg kurva erős, és okosságokat mond ott a sarokban. Szerintem, ha hoztok neki egy répát, amit elrágcsálhat, nem a Star Wars-ban is valami olyasmit nyomogott, vagy csokoládét, akkor még mosolyogni is fog, ebben biztos vagyok. Szóval köszönjük szépen, hogy végighallgattatok bennünket, remélem, hogy sokat tanultatok ebből a podcastből, és magatok javára tudjátok fordítani az itt elhangzottakat. Miki, mondaná-e, van-e még valami utolsó üzeneted itt a hallgatóknak, valami összegző gondolat, itt hogy lépjenek át a korlátaikon, és mi az, amivel jobbá tudják tenni az életüket? Valami nagyon magasat fogok mondani. Sziasztok! Most megyek edzeni. Szevasztok!